Tetszik, nem tetszik, én már most szút alkotom. Ahogy alkotol benne, nem jó az izé. Mi nem jó? A klofolóval is mit csinálta? Hogy megyek, visszaadom azt, amit ő adott. Mit adott? Kinek? Ez micsoda ma megint te? Jaj, hagyjad ma, ez így megmaradt izé tészta, és akkor ezt megcsináltam így diósan. Ezt... De elmondtam ma neked, hogy fogyókúra az. Elmondtam ma neked, hogy dejta a séta nekem főzni. De mindig hónap fogyott, hát de mindig. Ne haragudj, hogy nézel ki, nem én, ne. Adja nekem sminket, olvastam most a izé interneten, nehogy Rambo, mikor megbosszulta a filmbe maga. Mit bosszulsz? Rakol... Adjad ma azt a szerencsétlen testvéredet, adjad ma, ha te direkt erre utazik. Ha te ezt megmered csinálni, én téged nagyon verlek, megértetted? Számomra az volt az utolsó csepp a pohárba, hogy leengedte a kerekeimet, nem tudtam elmenni az Ambu Jimmy koncertre, több ezeren ott vartak, minden évben ott szoktam lenni, nem tudtam elmenni, nem volt, aki fölvigyen, nem tudtam odaérni, nagyon sajnálom, és ez volt az utolsó csepp. És én azt mondtam, hogy ezt megbosszulom. Na máma, bosszút alkotom! És akkor miben minősül? Azt, hogy én elmegyek, kommandózok, mint Rambo. Megnéztem este a Rambót, azt rendesen itt letjött belém. Hogy neked... kommandózol? Mi? Hogy? Így, megyek utána lassan. Megyek utána, lassan. Hát akkor nem fog észrevenni, hát nem fogja. Legugolok, így, maradj a tevet, Zsolti, legugolok. Aha, győződ-e vagy? Ez fog egy kérdés. És akkor így ráugrok, mint Rambo, így. Aha. Hú! Megjettél, ráugrok. Ma tegye kamió, megcsinált a gácsot. A mai délelőtt se indult. Zökkenőmentesen Győzi ismét kitervelt valami ökörséget, aminek nem láttam se az elejét, se a végét. Ő tegnap este így DVD-zgetett, de nem gondoltam, hogy ő ezt komolyan gondolja, hogy ő Rambo akar lenni. Jó. Elita, gyertek ide, hi. Megbeszélni valónk van. Megbeszélni valónk van. Gyertek. Az én legkedvesebb arányaim. Gyertek, viszek egy sabrakot, Egy jó vagyok-e? Haló? Mi? Egy jó vagyok-e? Hú, de utalva keresni. Atya úristen, ez mióta kommandós? Hamar, ha nem olszan ki rajta mész játszani. Úristen. Hát akkor mi? Hát akkor hogy kell? Hát nem így. Hát hogy? Nem így. Nincs is itt a sminklánosó. Atya úristen. Tegnap este megnéztem a Rambo című filmet, és onnan jött az ötlet. Én ma Rambo leszek, Rambo akarok lenni. Tényleg, hol a csúzli? Ha honnan tudjam, csúzli? Úristen, hát most Rambo az így van-e? Tudod? Így, szia! Hát akkor hogy? Hát amit, ha be van a szem. Hát ez a direkt, ez a lényeg. Zsavar, így. Akkor mondom. Tehát, hogy hol ijednek meg tőlem? Hát ki akarod, hogy megijedjen? Na most a szemöldökről, hogy miért vastagítod ki? Azért, hogy olyan legyél, mint Csincsi. Ha, eredjél ma innen, ha bolondot űzöl belőlem, csajé. Na, hol a csúzlisz? Szóhoz jutottam, mikor megláttam a testvéremet, oda szaladtam, hogy ez Győzi, mert furcsa ruha volt rajta, meg valami sapka volt rajta. Én nem gondoltam legelőször, hogy Győzi. Én azt hittem, hogy valaki, valami, mit tudom, milyen ember bejött a telepre. Na mi van te, gyerek? Jaj, te! Azt a mindenit a lábad, jaj, te ki van izéve? Lenevedd ma! Ki van izéve? Lenevedd, ne fáj! Lenevedd, ne tedd vissza! Betöltöm neked! Bekötöm neked! Bekötöm neked! Aj, a lábam, Jajti, ne ma! Na igazán jó testvér, ha itt van a közelbe! Tedd vissza a cipőmet! Nem kell ma ez nekünk! Jajti, a cipőm! Gyere, megfoglak! Gyere, fogd meg a vállamot! Bevisztek! Jaj! Jaj! Lábam, Jajti! Jajti, lábam! Szomorú vagyok, hogy nem tudtam neki visszaadni, de Isten így engem megbüntetett. A normális! Nem billak! Nem billak felemelni, várja! Lábam fáj! Látom! Fogd meg ezt, fogd meg! Ma behúzlak! Ne! Húzd! Mondja, fáj a lábam, szóljál magam! Láttam, hívok mentőt!
De le kell, hogy vigyelek a rövésbe jönni a mentő! Tedd vissza a cipőt! Gyere! Gyere! A lábam! Aztán minden, valahol szólok valakinek! Várjál te gyerek! Várjál, hogy itt ma a baj van! Itt ma a baj van! Szólok a mentőknek, maradj ott a helyén! Jövök! Maradj ott! Maradj ott, jövök! Ne hagyjál itt egyedül! Hadd vissza a cipőmet! Várjál! Maradj ott! Maradj ott! Apu! Apu! Jaj! Győző legyen! Győző vagyok! Úgy maradja, bátya! Várja! Bátya, várja! Várja! Bevisztek! A mentő sokan! Győző! Be tudsz ide ülni? Próbáltam volna megmozdulni, ma akkor éreztem, hogy a lábam nem mozog, akkor éreztem azt, hogy valami történt, és én egy erős katonának tartom magam, egy ügyes fickónak, aki gyorsan felugrik, és már ott éreztem azt, hogy ott fekszek a mínuszba, a hideg földön, és segítségre van szükségem. Nem megy, gyerekek! Emeljél már gyerekek! Meg! Várjak, gyere ide! Innen fogjam! Ez az most! Várjak! Jöjjtet, jó! Te meg vagy? Jó van, oké. Arra megfogom a talicskat ennél. Ne engedjél el! Ne engedjél el! Jó van. Na, nem ülök bele a talicskába, tisztas! Ülj bele! Nem ülök! Ne vágjak a lábatot! Gyere, vigyél így jelen, kis! Ne vágjak a lábatot! De hogy vágjak le! Gyere, itt szögdítsd el, nem ülök! Na, ülj be! Nem ülök! Na, gyere! Lassan! Akkor rambba dalszat, te gyere! A szememet nem vágj ki! Ez az! Jóval lassabban! Hallja! Mi lesz akad a vesém? Jaj! Na gyere, lassabban! Hát a talicskával az volt a tervem, hogy beleültetem őtet és teljes mértékben kitolom. Az lett volna a legjobb. Csak nem gondoltam volna, hogy sokat ebédelt. Óvatosan! Jó van ez az, lassan! Jaj! A lábam! Jaj! Jaj a lábam! Jaj! Jó van, nőző! Semmi baj nincsen! Jaj! Aki másnak mermet a spagettit bele! Igazi! De valahogy úgy, óvatosan! Várja! Óvatosan, ez az. Óvatosan. Jaj! Rendesen. Egyébként majd beszélgetünk. Várja! Ez az, lassan. Verj rá ezt a szápat! Hogy ott óvalkodta a telepén? Eddig nem láttalak a telepén sosé. Na mit gondolsz magadból? Ha minek volt oda adta a telepén? Azt tudom, hogy fajalámat megcsúszta, de miért jött ki oda? Te arra bekented az ajtót, meg... Hát de kezdjük be, várja, ma kezdjük be, ott kitettetek a kocsiból. Kitettetek a kocsiból, te! Itt van, sose járkolt arra. Azt se tudtad, milyen járat, merre kell menni. Minek mentél fel a ponta a hétnek a tetejére? Minek? Megmondanád nekem, hogy minek mentél fel? Itt van, megcsúsztam. Ha mit gondoltam magadból? Igaz-e? Jó a testvér, akkor az éha van, igaz-e? Így szaladgallok majd veled, kórházba. Ezt meg fogják röggönyözni, mert nem lehet játszani. Kétségbe estem. Én megmondom őszintén, elmondta Győzi az eredeti tervét, én kétségbe estem, se kép, se hang nem volt, én megfattam, hogy Győzi erre képes, meg hogy csúzli volt nála, hát utoljára, mikor óvodába jártam és hazamentem nagyapámmal, akkor faragtunk csúzlit. Mert minden áron egy papagájt akartam magamnak, mert azt tetszett kiskorom a papagáj, hogy olyan szépen dalolgattak, fütyülgettek a papagáj. Hogy mentél onnan, ott ma azt a kerítésen? A szomszédtó? Nem, hanem felmentem a hegyen. Ha nem is hiszem el. Nem hiszem el, hogy te a telepen ott voltál. Te. Nézd meg, dagadj a lábad, zsibbad! Zsibbad meg, dagad meg, nagyon fáj. Azt a mindent. Tudj oda vissza magadnak a
Többet ilyet ne csinálja. És a csúszdit minek hoztad a csúszdit? Le akartalak lőni. Le akartal lőni? Na tessék, hát azért annyira ma durván nem mehet ezt csinálni. Hát én nem csináltam, nem akartalak megverni. Leengedted a kerekemet. Megented lekvárral az ajtót. Na jó van, ebbe igazad van. Betörtél a házamba, folytasson még. Ebben látod, igazad van. Ebben szalszalj, hogy de kitettél engem itt az úton, a bőröndömmel. Hát miért tették? Miért nem jöttél vissza, hittem 4 óra múlva? Hát mit gondolsz te magadból? Jössz át? És ha kilőtted volna a szememet? Akkor most ne vittél volna engem itt az ére. A Jóisten láss ezt! A Jóisten láss ezt! Rá látod, mit akartam? Zsolti, fáj a lábam, neki a fáj a lábad, neki a bája. Akkor ki akartad lőni a szememet? A szememet akartad kilőni? Nem a szemedet, hanem úgy akartam, hogy lelőlek hátulról nyakba. Lelősz. A nyakadba. Hát abba belegondoltam volna, és meg is hallhattam volna. Te arra belegondolsz, hogy most mi lesz a lábammal, lehet, hogy elveszítem. Ezt magadnak csináltad. Magadnak csináltad. Azt kell még, hogy levágjak. Azt kell még, hogy levágjak a lábadot. Levágjak. De majd adom az enyémet kölcsön, ha menni kell valahova. Na, itt vagyunk majd. Megjöttünk. Hallod? Megjöttünk. Mindjárt hát miért jöttél meg te már jó? Jó napot! Nem tudom, hogy a kocsi az éve. Jó napot, meghoztam a beteget. Tiszteletem, jó estét. Jó estét. Kocsiba? Jó van, mert nagyon fáj neki. Nagyon fáj szegény gyereknek. Gyere te gyerek! Hoppa! Hát neki menti az hoppa. Ajtónak! Gyere, véletlenül úgy, gyere! Az ajtónak! Gyere te gyerek! Hát de ne rád cigálja, mert gyere. Nem vagyok ide! Ja, tépszeretem! Jó, vigyázz ide! Ez azért van itt! Úgy lassan! Húha! Várja, győz! De majd egy fogjálak, ma meg! Na! Ijjjjj, hogy beletesszetted az ajtót! De nem kapok levegőt! Hozd majd ezt a kocsit, legyesz! Bácsi, tessék matozni a kocsit! Elessünk már! Hát elessünk, ide fájom! Hát ugye teljes mértékben nem vagyok ápoló. Én pásztor vagyok én, a birkák, ha értek. Mert ugye a birkák elesnek, feldőnek, nyakam közé vágom, hónom alá dobom és szaladok velük. De Győzit se a nyakamba nem tudtam tenni, se a hónom alá. Behozlak téged, még te ütögetsz te! Mit gondolsz te magadból? Bitangba te! Ha beszorítod a fejemet! Bácsi, vigyen ma adok közelebb hozzá, legyen szíves! Hát akarok! Jó, hagyjál! Bitang! Te! Te tiszta majom! Na, majd tudom én, bátya! Nem kell, mennyi haza magadnak innen el! Ja, én hoztal egybe! Bezártad a kocsit? Mindjárt bezárjuk! Hát szépen ma! Hányok! Na, merre minden bátya? Amikor bejöttünk a kórházba, félelem érzet nem volt bennem, mert a testvérem azt is idiótan csinálta, úgy vett ki engemet, mint egy darab deszkát, úgy rohant velem a folyosón, mintha rallizni akart volna. Egyszerűen nem volt bennem félelem, mert nem tudtam megélni a félelmet, mert attól féltem, hogy nem csak a másik lábam törik el, hanem a harmadik is. Egyes emelet röggöny. Gyerünk, te gyerek! Zsolti, elesünk! Egyes emelet! Zsolti! Zsolti! Jó van, győzünk, nyugi! Üdvözlöm, uram, segítsen már nekünk, egyes emelet röggöny, hol találom? Itt vagy a lifttel, lifttel! Gyerünk a lifttel, testvérem! Mindjárt jobban leszel! Ne tussé már! Mindjárt, ez is oda visz minket! Gyere itt van, gyorsan megyünk! Gyere, te gyerek! Nézd meg! Lassan! Zsolti! Hát neki viszel a fájdal! Jó van, egyes emelet! Még ez csak jó, ha testvér itt van veled, igazi? Betegségbe bajbot kell lenni. Támogatni kell egymást. Ezt mindet te csináltam. De hogy csináltam én? Ezt mindet te csináltam. Nem én mondtam, hogy gyere oda. Én nem mondtam, hogy gyere oda csúszlival. Én nem mondtam, hogy kövessé engemet. Én nem mondtam, hogy kembe az ajtót. De te már rossz szándékkal jöttél oda. Én nem mondtam, hogy engem. Én nem fegyverrel mentem, nem vasvillával mentem hozzám. Lekvárral. Megbizonyosodott. Én egy örökvesztes vagyok. Mint Zsolti előtt, mint a szüleim előtt, mint az édesapám előtt. Én egy örökvesztes vagyok. Én nem tudok győzni. Nem tudok győzni. Hiába vastam ki a vermet, belestem. Gáspár győző. Itt vagyunk, csókolom. Jó napot kívánok. Kedvi csókolom. Jó napot. Nem jó úton volt a bátyám azt. Hát mi történt? Hát telepen volt kint, azt megcsúszott a hegynő. Nézzük már meg a lábát, hogy jobban van-e neki. Megnézzük. Föl kell ülni, de jó?
Én azt hittem, hogy nagy baj van. Na mondom, mi lesz? Kimegyek, megcsinálom a felvétel, tartsa így a lábát, legyen. Úgy jó lesz, hogy jól van, hogy tökéletes, maradjon. Hát tudnám kezdeni. Már ne kapjak fogalmat. Na, ne félj, itt vagyok, igaz, a pályba jövök ki. Nem kéne neked is annyit kiabálni. Picit emelje meg a lábát, uram, még egy felvétel, és akkor kész leszünk. Legyen szíves, forduljon felém az oldalára. Fejét is tudnám neki felvételt csinálni? Hát nem, gondolom, megvizsgálták, hogy arról nem kértek, én nem csinálhatom meg. Forduljon teljes testtel felé, még egy kicsit. Még egy kicsit, nagyszerű. Ne félj, itt vagyok, te gyerek. Így, uram. Testvéri kötelet. Elengedem, tartsa így meg a lábát. Tartsad úgy a mohozt is lefelé. Olyan sugarzás kapott te. Hát, jaj, félj. Na, hogy csak sugarzás, ne kapja. Hát, hogy fogom tisztalkodni? Sehogy. Hát addig már én kitörülgetlek. Így. A hónod alján kitörülgetlek. Jaj, Zsolti, fejezd magad. Na, ez is rajta lesz neki? Igen. Húha. Hát én ilyet nem hordok. Most ha hordod, ha nem hordod, ezek rajta kérlek. Ez tök ciki. Hát hogy megyek itt be a konditerembe? Hát ki mondta neked, hogy gyere, kommandóz autóval? Senki kérdezik. Az rág alatt nem látsz. Így van. Jézusom. És akkor így fogok utcán közlekedni? Így van. Ne csináljunk ma hét magamból. Győző, semmi baj nincsen. Na figyelj majd, de azért ma csak jó, hogy nem lett nagyobb baj, te Istenemre mondom. Hál' Istennek, hogy a bátyám túléltesztett, mert ő nem gondolta át, hogy ő mi van. Ő azt hitte, hogy Rambo. Nem Rambo ő. Ő hirtelen felindulásból ki akarta lőni az én szememet. De ugye nem az én szemem sérült, az ő lába. Na lássa a jóisten, hogy ki a jó ember. Köszönjük szépen, bátya. És meddig legyünk itt negyed óraig, még ez befor neki, vagy? Orvos megírja a papírokat is. Azt akkor mehetünk, ugye? Tabletalkot adnak neki? Mindent írnak fel, gyógyszert. Köszönjük szépen, bátya. Éjjel tudja aludni. Jó. Bátya, köszönjük szépen. Jó egészséget, viszontlátásra. Köszönjük, Balda. 6 hét múlva találkozunk. Jó, Balda. Minden jót magának. Na figyelj majd, hogy te belegondoltam, hogy... Te belegondoltam, hogy hát hétig mennyi munkát fogok magam tartani. De ezt nem én csináltam. Ezt belegondoltad, hogy Románia le van nekem kötve. Le van nekem kötve London, le van nekem kötve New York Hackney-ba. Hogy fogok elutazni? És mi lenne a hogy fogok kell? Elutazni? A rengeteg Hackney-m le van kötve. Le van kötve egy lagzim, le van kötve egy városnapom. Akkor hogy fogok elmenni? Majd én elmegyek minden. Te hova mi? Te tudsz énekelni? De még meg így kiabálnak. Nem kiabálok, Zsolti, nekem most elegem van, Zsolti, 6 hétig el a munkám, igen. Na itt van majd, megjött van, kamó piroskáért. Ki ő? Kamó piroska. Kamó piroska a néniké. Megjött majd. Nézd meg, mit csinált a gával. Hát nem te csináltasz. Én csináltam. Én mondtam neki, hogy kommandózom. Na, atya úr. Van még lába, lábfeje? Hát van lábfeje. Meg 6 hétig így kell élni meg. Nézd! Hogy visszük a tetszett? Hogy visszük a tetszett? Ma ráhat ma. Ráhat? Ma ráhat. Azt mondta? Hát azt mondjátok, hogy nekem ezt kitalálhatjuk be. Mit? Én mondtam neki, ne csináljunk semmit. Megcsúszott túl, te gurultunk, azt lefele mindeket. Ezt kivétültetek ma végre? Ha ma nagyjából, de mindig kiabál velem. Na, akkor csináljátok ki, mind a ketten kis ujjal. Na, nem az a jel, nekünk az a jel. Nem. Istenemre mondom. Ha többet nem packázunk egymással. Jó testvérek leszünk. Anyámra, apámra esküszünk. Hogy mind halálig. Jó testvérek leszünk. Szalem alaikum. Amen. A Jóisten legyen velünk. Ennyi testvére. Gyerünk haza, gyerekek, ha még ilyen. Nem tudom, hogy meddig fog tartani, de már nagyon örülnék, hogyha végleges békét kötnének, és olyan szinten egymás mellett tudnánk élni békében, hát nem mint eddig, hanem mint ezután. Na, gyere, ugrálja ki. Na, jó, van, menjünk akkor. Beállj, kint van, amíg beszélek a bátyámmal. Jó? Na figyelj majd, te. Ez nem volt szép munka, hidd el nekem. Te sem viselkedtél, jó? Én sem viselkedtem jó. Nem kell ezt nekünk csinálni, hogy mi van, hogy van. Jó testvéreknek kell lenni, hidd már nekem. Régen te jó testvér voltam. Mióta
megütted a fejedet, mióta operáltak, eltattak 6-szor, 7-szer, azóta valami a fejed bühihanzik. Gyerünk, mondsolj! De várjál ma, azt ma régen akartam mondani. Nem tudunk elmenni valahogy, a fejedet visszategyék oda, ahol 15 évvel ezelőtt. Na jó, mondsolj, gyerünk! Mikor elestem, akkor az jutott eszembe, hogy még az Isten sem akarja. Testvérek vagyunk. És rajtam abban a pillanatban nem szabad egymást támadni. Gyerünk, úgy! Rány, úgy, úgy, azaz, gyere. Jó, ez a semmi baj, semmi gond, gyere.